Mégiscsak van az éppen most zajló női futzál bajnoki döntőnek valamilyen Tolna megyei vonatkozása, noha azt szerette volna a szürkebb pátria szurkolótábora, hogy Szekszárd FC Tolna mös döntő legyen az idén, de legalábbis az egyik megyei élcsapat ott legyen a fináléban. Hogy mi a megyei kapcsolódás az Asztra Kiskun Félegyháza hajdúböszörmény döntőnek? Nos, egyetlen hölgy a válasz, aki ebben a bajnokságban Piszta Kékre váltott, aki a Tolna mös saját nevelési játékosa, aki éveken át ebben a csapatban játszott meghatározó szerepet, de nyáron mégis elcsábította őt a kétszeres bajnok hajdúböszörmény. Mint kiderült, nem csupán futballozni ment a hajdúságba Fog Zsuzsanna, hanem dolgozni is. Mi volt az igazolásban a fő motiváció? Hát mindenképp először is szeretném megköszönni a böszörménynek, hogy elhívtak, úgyhogy szívesen vagyok náluk. Hát a kupára is készültünk, ott szerettünk volna nyerni, de ez nem jött össze, úgyhogy most a bajnokság az a fő cél. A fejlődésed szempontjából mit jelent ez? Hát mindenképp igen, szeretnék még fejlődni. Remélem ez itt összejön, meg teszek róla, hogy fejlődjek, úgyhogy... Hogy oldod meg Pesten edzel és kijársz egy-két taktikai edzésre? Pesten edzek a lányokkal, mert a csapattársaim többsége pesti, úgyhogy velük, de péntekenként lejárunk böszörménybe, és akkor az egész csapat együtt edz. A tolnamösi gyökerek ettől függetlenül erősek, és talán azok is maradnak. A Tolnával sok szép élményt megéltem, meg sikerünk is volt, de most mindenképp a bajnoki cím a fő cél. Nem, amikor hazajövök, akkor ellátogatok a hazai mérkőzésekre is, úgyhogy szurkolok nekik is természetesen. Még egy év hajdúböszörménybe? Tehát hogy alakul a futzálos pályafutásod? Hát az majd nyáron eldől, hogy hova megyek, vagy mi lesz velem, vagy maradok esetleg. Az majd még a jövő zenéje. Egyetemi vizsgák hogy állnak? Már dolgozok, úgyhogy tanítok, testnevelő tanárként, igen. És a futzálba NB1-be játszani még 5 évig, 6 évig? Igen, mindenképp, ameddig tudom, addig csinálom. A női futzálban is játékosok jönnek, mennek, nem lehet kizárni, hogy esetleg Fog Zsuzsa egyszer újra majd hazatér.